Felmarták a régi előregedett aszfaltburkolatot a Mátyás Király körúton. Egy hete tartanak a munkálatok, melyek keretében irányhelyes biciklisávot alakítanak ki. Sokakban felmerült az a kérdés, hogy mi lesz a sorsuk az út melletti fáknak. Cserpakovics András polgármester azonban mindenkit megnyugtatott, a fasor legnagyobb része érintetlen marad, annak ellenére, hogy az út szélességét mindkét oldalon másfél méterrel meg kell növelni. Mészáros Attila a polgármester kérdésünkre elmondta, hogy a bővítés elenyésző zöld felületet érint majd. Dómusszal szemközti lakóépületek előtti fákat abszolút nem fogja érinteni, direkt így alakították ki a nyomvonalát a tervezők a kerékpárútnak. Az autóbusz megálló, illetve a Koch László utca bejárata között van két fa, amely sajnos érintett a projektben. Próbáltunk olyan útvonalat választani, ami esetleg megmenthető. Ezzel a két fával viszont több gond is van, tette hozzá az alpolgármester. Gyökereik nagyon közel vannak a föld alatt futó távhővezetékekhez, ami bármikor baleset veszélyes helyzetet okozhat. Ráadásul közvetlenül az úttest mellett találhatóak, emiatt sűrűn kellett csonkolni az ágakat, hogy ne lógjanak be az űrszelvénybe. Mészáros Attila megnyugtatott mindenkit, hogy a város gondoskodni fog a fák pótlásáról, 6 csemetét ültetnek el a jövőben. Nem csak a Mátyás Király körút környékén kell jobban figyelniük az autósoknak, Fehérváron több helyen is útépítések kezdődtek. Jelenleg a városban több helyen is kerékpárút és ezzel összefüggő járda, illetve útfelújítás is zajlik. Gondolhatunk csak a Kiskut útjáról, régi igény a kerékpáros közlekedés biztosítása, illetve a gyalogos közlekedés biztosítása járda kiépítésével, illetve a Palotai úton is láthatóak munkálatok, ezek is mind ebben a projektben valósulnak meg. Ebben az évben 16 kilométernyi bicikliút épül, ezzel biztonságosabbá téve a tekerést. Tavasztól őszig sokan választják a kétkerekűt az autóval szemben, a város fejlesztései ezt hivatottak támogatni.